H2O magazin támogatta az Onil, a Sika és a Marimpul. A H2O mai adásában felidézzük a félsziget kerülő verseny legjobb pillanatait. A szélcsendben rajtoló mezőny igazi embert próbáló szélben fejezte be a nyílt nagyhajós versenyt. Majd folytatjuk adásunkat kikötő szemlénkkel, most Balaton szemes kerül sorra. 20 éves évfordulója van annak, hogy két magyar a Szent Jupát nevű hajón megkerülte a földet. Az embert próbáló kalandra Fanándor és Gály József emlékszik vissza. Jöjjenek a részletek itt a H2O magazinban. Jószeles, napsütéses szezont kapott idén a Balatoni Vitorlás Társadalom. Jobbat tán kívánni sem lehetne. De még nem kell siratni az idényt, hiszen az őszi szelek is versenyre hívják a vitorlázókat. Itt van rögtön a félsziget kerülő nagyhajós verseny, melyet szeptember közepén tartottak a Sika kupáért. Milyen hagyománytápol ez a verseny, honnan ered? Ez tulajdonképpen a félsziget kerülő versenynek elég régi hagyományai vannak, és ez a Széchenyi István emlékverseny már hosszú évek óta. Idén 209 hajó indult ezen a versenyen, 22 hajóosztályban, és azt jelenti, hogy több mint 800 versenyző vett részt ezen a MVS nagyhős zárókordon. Amíg a több mint 200 hajó átmegy a Tihanyi szoroson a bázsai öbölbe kitett első forduló felé, ismerkedjünk a kupa névadójával. A támogató idén szállt be először a Széchenyi István emlékversenybe, de kapcsolatuk a vitorlázókkal természetesen nem új keletű. A vízisport résztvevői, a hajóépítők és a sportolók számára nagyon is ismert a Sika név. Elsősorban a Sikaflex termékcsaládok révén, amin belül külön van egy Marina termékcsoportunk is, és ezért nagy örömünkre szolgált, hogy szponzorok lehettünk idén először. Az idei félsziget kerülők egykönnyen nem felejtik el a résztvevők. A kalandos meglepetések sora már a rajtnál elkezdődött. A várt északi szél helyett nyugatival indult a verseny. Ez nem sokáig tartott ki, úgyhogy a mezőny teljesen összetorlódott a Tihanyi szoros környékén. A természet szó szerint csőbe húzta a vitorlázókat. Az átmeneti szélcsend után jött a fordulat. Az egyre erősebb északi szél kezdett dominálni, az összefújt mezőny, majd a hirtelen szél okozott bőven haváriát, sőt, az Orpheusnak még a vitorlája is bánta a szeszélyes szél játékát. Akik jól taktikáztak, behozhatatlan előnyre tettek szert. Az egytestőek között abszolútban harmadik, az szóban első lett a Prodigy. Hogy ment az eleje, a közepe, kik voltak a vetélytársak? Hát az elej az nagyon gyengén ment, mert szerintem az első búját olyan századiknak vehettük, mert ugyan rajtnál sikerült elmenni, de utána az egész mezőnyt ránk fújt a szél, úgyhogy az elej az egy kicsit hektikus volt, de utána az Tihanyi átjáró után kitisztult, és onnan már tudtunk menni. Amivel, hát ugye mi a többi asszóval versenyeztünk főleg, illetve hát a Diego volt az, akit meg kellett próbálni tartani, mert úgy éreztük, hogy ők azok, akik egy ilyen szélbe őket meg tudjuk fogni az abszolútban. Új kapitányával sorra hozza az eredményeket a 40-es osztályt megnyerő Róza. Tök szélcsendben volt a rajt, amit ugye az egész mezőny, hát de mi biztos, hogy egy olyan 2 perccel lekéstünk, akkor ott beállt tutajba mindenki. Hát voltak ilyen nagyon nagy összevárások, akkor ilyen privát szelek, például az északi oldalon, aki volt, az sokkal jobb szélbe ment, mint aki a déli oldalon. Így esetett meg például, hogy az Avatar, ugye a kékszalag második hajó, a középmezőnyben volt az első bójánál, a Tihanyi szorosban. Hát aztán akkor még ott is, és akkor ahogy átértünk Tihanyba a nyugati medencébe, ott egyenesedett ki a szél, és megjött ez a, hát nem is viharos, de ilyen jó élénk ötös északi. A vitorla szakadás nem az egyetlen káresemény volt. A Pelikán törött árbóccal és kilukadt testtel érkezett vissza Füredre. Gergő, mi történt a vízen? Nagyon nagy szél volt, és a szálingunk nem bírta, és az árbóc eltörött emiatt. Felkészítés során volt valami hiba esetleg, amit elkövettetek, vagy mi volt az oka? Nem, minden tökéletes volt, egyszerűen az erős szelet nem bírta az árbóc. Abszolútban Tóth Mátyás tornádója végzett az első helyen. Mögötte haladt az élbolyban a két nagy rivális, akik már a kék szalagon is egymással csatáztak. A befutónál a történelem ismételte önmagát. Az egytestű hajók között második lett a Media Contact Avatar, első pedig az AXA Brokernet. A Diego-val küzdöttünk egy darabig az elején, de az jól látszott, hogy annál a hajónál határozottan gyorsabbak vagyunk.
úgyhogy különösebb izgalomra nem volt ok. Az avatar az meg egy olyan ritmusba került, ahonnan nehéz volt építkezni a továbbiakban. A rajt taktikánk nem igazán jött be, az egész mezőny elindult az északi parttal párhuzamosan kicsit ejtve, mi pedig rögtön lehúztunk a déli part felé, remélve, hogy körbe tudjuk vitorlázni a mezőnyt, ami majdnem meg is valósult, de csak majdnem. Teljesen elégedett vagyok vele, imádom ezt a hajót, mert nagyon-nagyon jó. Még a tesztelési időszak folyik mindig, még van rajta munkánk, úgyhogy igazából ez jövőre fog elérni abban az állapotban, hogy azt mondjuk, hogy na most aztán teljesen kész van, és akkor hajrá! Gondolták volna, hogy a balatoni személyhajózás már 161 éves múltra tekint vissza. 1846. szeptember 21-én indult útjára a Balaton első gőzhajója, a Kisfaludi. A gőzhajózást, mint oly sok más korszakalkotó mozgalmat Széchenyi István gróf indította el. A balatoni hajózás ügyét már a kezdetektől a Balatoni Hajózási ZRT gondozta, amely ma már a személyhajózás, a komp közlekedés és a vitorláskikötő üzemeltetés legfontosabb vállalata legnagyobb tavunkon. 21 vitorláskikötőből álló hálózatát folyamatosan fejleszti. Ennek fontos lépéseként szeptember 24-én felavatták a megújult Balatonszemesi kikötőt. Hunyadi József a 19.-20. század fordulóján Balatonszemesen tevékenykedett, itt jelentős földbirtokai voltak, és az ebből származó jövedelmének egy részét a település fejlesztésére és fejlődésére fordította, és ezt a helyiek oly mértékben értékelték, hogy most a döntésük volt, hogy a kikötőt Hunyadi Józsefről nevezzék el. Mik a legfontosabb tények, amiket tudni kell az új kikötőről? Miben lett több, szebb? Ez a kikötő néhány évvel ezelőtt egy igen szép környezetben lévő, de igen lepusztult kikötőképét mutatta. Összesen mintegy 500 millió forintból két ütemben 330 korszerű vitorlás kikötő férőhelyet alakítottunk ki. Minden olyan közművel és szolgáltatással, amit igényelnek a vitorlázók,
kikötő helyenként áramot vételezhetnek, ivóvizet, fürdőszobák állnak a rendelkezésre, korszerű kikötőmesteri szolgálat, parti tárolás, darulni ki lehet a hajókat, vízre tenni, parkolni, és a környéken pedig egyéb gasztronómiai szolgáltatásokat is elérhetnek. Szinte napra pontosan 20 év telt el azóta, hogy egy adriai kikötőben nagy ovációval és piros-fehér-zöld zászlótengerrel hatalmas tömeg fogadta Fanándort és Gál Józsefet. A mára élő legendává váló kettős Szent Jupát nevű Balaton 31-es hajójával vitorlázta körbe a földgolyót. Az évforduló kapcsán velük beszélgettünk az akkori tervekről, fontosabb fordulópontokról, egyáltalán a kezdetekről. Ez úgy történt, hogy Nándival Budapesten találkozgattunk. Nándi akkor már elkezdett vitorlázni a Velencei tavon, ugye a kajakkenu után, és a kezembe adott egy könyvet, hogy olvassam el, ha tehetem. Ez volt Sir Francis Chichesternek a könyve, amit a Föld körüli útjáról írt. És amikor elolvastam a könyvet, akkor bennem világos volt, hogy itten ezt nagyon kellemes lenne megcsinálni. És amikor Nándival elkezdtünk róla beszélgetni, akkor kiderült, hogy neki pont ez a gondolata támad, tehát ez olyan szinten találkozott, hogy többet nem kellett róla beszélnünk. Akár az elhatározás, akkor a hogyan, akár a mivel, akár a merre. Ez mindegy egy folyamat volt. Vizsgáltuk, évekig tanulmányoztuk, hogy ki mit csinált, hogy csinált, mire van lehetőség, mit szeretnénk, mit vagyunk képesek teljesíteni eszközben és mindenben. Ez egy hosszú folyamat, vizsgálódás, tanulás eredménye volt. Aztán hogy kialakult, egyben biztosak voltunk, vagy több mindenben is, hogy menni akarunk, illetve hogy a nehéz útvonalon akarunk menni. Egy ilyen úthoz alaposan át kell gondolni, hogy milyen hajóval is járják végig. Hogyan esett a választás éppen erre a típusra? Magyarországon ezt a hajótípust tudtuk elérni, ami tengerre alkalmas volt akkoriban. Ugye hát ez egy tengerre tervezett hajó, az északi tengerre, egy svéd Kardel nevű tervező tervezte, és nekünk ez volt a csúcs. Magyarországon egyébként ez volt a csúcs túrahajó. Három évre terveztük az utat eleinte. Hát, hogy végig vizsgáltuk, hogy körülbelül milyen sebessége, hova tudunk eljutni. Egy rész ennek persze tervezett volt, egy részét rábíztuk a sorsra, hogy majd hogyan haladunk, de volt egy komoly szakasz benne, egy egyéves szakasz, amit hát kalandvágyból, illetve megismerésből el szerettünk volna tölteni Polinéziában. Úgy gondoltuk, hogy ezt az egy évet ezt megsporoljuk azzal, hogy egy rövid időt eltöltünk Új-Zélandban, megvárjuk az optimális időt és irány a Hornfok, ami így lerövidítette az egész utat két évre. Tehát igazából sokkal többre terveztük, de gyorsabban végeztünk vele, mint ahogy elképzeltük. A Szent Jupát a Riekai kikötőből startolt, majd Gibraltár és Brazília érintésével jutott el a nem csak vitorlázó szempontból rázós Fokvárosig. Fokváros ez nagyon-nagyon izgalmas megállónk volt, mert arról mindenáról le akartak itthonról beszélni bennünket, mert az ott egy borzalmas apartheid világ volt, tűzijáték a háborúval, mindennel. És ehhez képest, amikor kikötöttünk ott, mi egy nagyon kellemes, számunkra nagyon kellemes világot találtunk. És ugyan egy-két napra terveztük a megállást, de lett belőle másfél hónap. Fokváros után következett Gál Józsefék számára az ausztráliai Sydney, majd Új-Zéland. Csodálatos ország Új-Zéland, nem véletlen, hogy nagyon jó vitorlázókat szül, hiszen körbe óceán és pillanatok alatt mindenhol víz van. És akkor hát a Hornfok, ami azt jelenti, hogy ugye déli óceán nagyon hosszú vitorlázás, különösen ilyen lassú hajóval, ugye, mint amilyen a Szent Jupát. Megkerültük a Hornfokot, majd amikor már visszaértünk az Atlanti óceán, és úgy gondoltuk, hogy innen már abszolút célegyenesben vagyunk, akkor kaptuk meg utunk legnagyobb viharát. A Hornfok után a Szent Jupát a Falkland-szigetek felé vitorlázott, majd onnan Buenos Aires és Rio volt a célpont, ahonnan már csak Gibraltárt kellett legyűrni az opátiai kikötéshez. Vajon volt-e olyan mélypont ezen a hosszú úton, hogy nincs tovább? Nekem nem volt olyan, hogy nincs tovább. Tehát a
nehezebb szituációban, amikor valami olyan történt, ami hát akár vagy úgy mondjam, végletekig kifeszíti valakinek az idegeit, mondjuk tényleg amikor borultunk, vagy egyéb komoly viharok esetén. Azt nem mondom, hogy egy picit se féltem, tehát a feszültség, az adrenalin az magas ilyenkor, különösen amikor az első 8 méteres hullámmal találkozik az ember, vagy amikor tényleg 15 méteresek is jönnek, és tudod, hogy mi következhet. Előre szaltó benne van a történetben simán, ha úgy jön ki. Tehát az ember ott azért meg, ahogy a régi mondás mondja, megtanulja, hogy hol lakik a jóisten. Egyrészt nagyon kellett bíznunk a hajóban, amit megalkottunk, és erre az útra alkalmasnak gondoltunk. Ezt igazolta a hajó. Nagyon kellett bízni a társban természetesen, és hát önmagunkban. Azt gondolom, hogy ez a hármas bizalom, ez nem tört meg soha együnkben sem. Biztos voltam benne első pillanattól kezdve egész a végéig, hogy mi ezt végig fogjuk járni, és hazaérünk. Egy olyan helyzetben vitorláztunk és csináltuk meg ezt a vállalkozást, amikor nagy átalakulásban volt itt a világ, ugye hát elsősorban Magyarországra gondolok, tehát nekünk a kinti magyarság olyan fantasztikus lökést, erőt, élményt adott akkor, egy rendszerváltás előtti Magyarországról beszélünk, ugye, amelyik azt gondolom, hogy meghatározó volt, és nekünk, amikor ugye mi ezt az utat sikerre teljesítettük, további olyan impulzusok jöttek a külvilág felől, az emberek felől, amik meggyőződésem, hogy mind a kettőnket tovább löktek ezen az úton, és ki a saját módján, ugye, de tovább folytatta ezt a műfajt. Mi még abban a nagyon szerencsés időszakot csináltuk, amikor az elismerést is ezért megkaptuk. Szerte a világon, és itthon feltétlenül, valahol egy picit, hogy beleszagoltunk mi is a szabadságba, általunk sokan beleszagoltak a szabadságba, és az a fajta motiváció, amit így a visszajelzésekből kaptunk távolban és itthon, az inspirált mindkettőnket a tovább menetelre. Józsi természetesen családban gondolkodott, neki már meg volt a családja, én mindig is inkább versenyző típus voltam, én meg a versenyekben gondolkodtam, és mindegyünk ment a maga útján. De hogy az erőt és a motivációt ebből az első útból merítettük mindketten, az elvitathatatlan. Gondolom, hogy bennünket olyan élmény halmaz köt össze, amit soha semmi nem fog tudni eltörni. Jó magam egy következő hajó tervezését, építését követően feleségemmel, akkor 5 éves kisfiunkkal elindultunk, közel 6 évig kalandoztunk, főleg ismerett terjesztő vagy világ megismerését célzott célokkal. Ezt követően pedig azóta is lent vagyok a horvát tengerparton, vitorlás iskolát csináltam most nem olyan régen a vitorlás szövetséggel. Ebben a műfajban dolgozom és tevékenykedem. Én mint elszánt versenyző egy darabig itt ezeket a globális szóló versenyeket céloztam, ami megkövetelt egyfajta profizmust. Akartam, nem akartam. Engem ez a szó nem hatott meg soha egy profi, de azzá váltam óhatatlanul, tehát nekem nem volt más dolgom és lehetőségem se akkor, mint hogy tervezzem és építsem a hajóimat, majd menjek és vitorlázzak, versenyezzek. Úgyhogy ez kitöltött egy ilyen 11-12 évet az életemből, amikor ez véget ért, 97-ben néhány földkerülő és transzatlanti út után, akkor bevallom őszintén egy kicsit megfáradtam. Én úgy döntöttem, hogy kikötőépítéssel fog foglalkozni, és azóta is ezzel foglalkozom, most már x-edik marinát kikötőt építjük, és ez a dolgom. Igazából nagyon azt kaptam tőle, amit vártam. Nekem semmi bajom nincs a mai tevékenységgel, nincs hiányérzetem. De azért a Balaton még mindig tartogat nagyon sok érdekességet az embernek versenyvitorlázásban is. Én az utóbbi években inkább a Balatonon vagyok. Ott rendezek is versenyt, meg magam most már tavalyi évben indultam, és idei évben is inkább indulóként szeretnék részt venni rajta. És ez nekem nagyon izgalmas szakmai kihívás. Egy speciális 8 méteres kis hajóval, ami nagy hajós felfogásban hajózik, tehát tőkesúlya, nagy vitorlázattal mindennel.
szólóban, és olyan tapasztalásokat tudok szerezni ezáltal, amik igazából nagyon sokat segítenének, ha most akarnék még óceánra menni. De én fordítva ülök a lovon. Először jártam az óceánon mindenfele, és tanultam meg ott sok mindent, aztán visszajöttem a Balatonra, és itt megteremtődtek azok a lehetőségek, hogy mindent megtanuljak. Én, ha még egyszer valamit újra csinálnék, akkor szeretném ezt megfordítani. Sok sikert kívánok, most, hogy 20 éve újból szárazföldet értetek, és nagyon sok sikert az elkövetkezendő 20-30 évhez, mind a sportban, mind a magánéletben. Köszönjük az optimizmusod, és jó kívánságot! Ha már magazinunkkal egész évben a vízen vagyunk, érdemes azok véleményét is kikérnünk, akik értünk dolgoznak, amikor mi pihenünk vagy sportolunk. Ők a vízirendészet munkatársai. Hogyan lehetne összefoglalni vízirendészeti szempontból a 2007-es szezont? A 2007-es szezonra jellemző volt az, hogy elég sok volt a forró napok száma, melegebb volt az idei nyár, ezzel együtt több vendég is volt a Balatonon, mi legalábbis így tapasztaltuk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mintegy 20%-kal több volt az idei vendégszám a Balatonon, és ez magával hozta azt is, hogy nyilván a vízirendészetnek is több dolga volt, mint eddig a korábbi években. Azt el tudom mondani, hogy ennek a feladatnak azt hiszem, hogy a vízirendészet helyt állt. Mik a vízirendészet legtipikusabb, legfontosabb feladatai? A vízi közlekedési szabályok betartása, betartatása, ellenőrzése, de mindenek előtt a baleset megelőzés, a figyelemfelhívás és az olyan tragédiák, balesetek megelőzése, ami megelőzhető természetesen. Mi, laikusok, turisták, mennyire figyelünk oda, mennyire tanulunk, fejlődünk? Nem is igazából a vízi közlekedéssel és a vízi közlekedőkkel van a probléma, hanem leginkább az emberi felelőtlenséggel összefüggésbe hozható balesetek miatt a strandolókkal, az ittasan történő fürdőzés, a viharjelzések figyelmen kívül hagyása, a felelőtlenség, a saját képességeink túlértékelése, és a vízbefulladások, illetve a balesetek vizsgálatakor leginkább azt tudjuk leszűrni, és az a tapasztalat, hogy ezek a problémák és ezek a tényezők okozzák a legtöbb balesetet és a legtöbb bajt. Stábunkat Anis Sangablini utaztatta. Média támogatók, az Aqua magazin és a Hajó magazin.